Istenem, ez az Atlas skin, ez, ez valami nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, de ajánlom mindenkinek beszerzése, egyszerűen nagyon-nagyon eltalálták ezt most, az biztos, de hát tetszik, nem tetszik, nem az Atlas miatt vagyunk itt, ugyanis kapott egy nagyon jó skint, de hát attól még Atlas, na, értitek, mire gondolok, de jöjjön a címben szereplő anyag, vagyis, hogy visszakaptuk a tónkort. Na most tudom, hogy ö, sokan, hogy is mondjam, már elfeledtétek a tonkort, vagy netán nem is tudjátok, hogy mi az a tonkor, mivel hogy rengeteget változott a Warframe. És egy olyan fegyverről beszélünk, ami az egyik legerősebb volt a Warframe-ben, és ezért hihetetlen nörföt kapott, ami hát azt hiszem, hogy sokunk szívét mélyen érintette továbbá, Uh, annyi biztos, hogy uh, lecseréltük a fegyvert, ugye, jobb fegyverekre, élvezetesebb fegyverekre, kitgunok -ok itt vannak. Viszont, hogy is mondjam, nekem mindig közel állt a szívemhez. Számomra is egy ilyen kedvenc fegyver volt, és minden küldetés arról szólt, hogyha el kellett menni jó sokáig, hogy vigyünk egy tonkort, mert az mindent megold. Aztán megkapta a nörföt, sajnos. És, hát, hogy is mondjam, már a polcon hever azóta nagyjából. Na de, a Nidusnak most jött egy úgynevezett, Teaming Virulence nevű augment módja, amit a Steel meridiántól tudtok kiváltani. Ajánlom mindenkinek szeretettel, uh, akinek nincs Steel Meridiánja, vásárolja meg 20 platot megér, nagyjából lehet, hogy még olcsóbb is lesz egy idő után, de ez a mod, ugye, amit csinál, ha négy enemit eltalálsz az egyes képességgel, akkor 120%-os critical chance t ad az elsődleges fegyveretnek. Hát Istenem, mi baj van itt? Tehát egyszerűen elképesztő. Szóval, a tonkornak valamikor régen. Uh, aki emlékszik, ugye annak, azt tudja, hogy 35%-os alapkritikai csensze volt, egy pontstrákkal együtt fölment 75 körülre, ugye 70 75 körülre felment, és uh, nagyon boldogok voltunk tőle, mert nagyon-nagyon erős uh, bildeket lehetett készíteni, uh, nagyon változatos bildek születtek a tonkorra, és hát uh, azt kell, hogy mondjam, hogy most ez, illetve az az őrületes damage, amit a tonkor ki tudott adni magából, uh, mondhatni, hogy, hogy visszatért abban a szempontból. Szóval egyszerűen, uh, ja, egyszerűen gusztistalan lett megint. Szóval amúgy is még mindig erős a fegyver, de ilyen számokat, mint most, már azért rég Rég írt ki, eh, hogy őszinte legyek. És nagyon-nagyon durva, amilyen pusztítás lehet vele végezni. És most már ugye hála ennek a crickchans már mert piros kriteket is kiír, szóval argonszkóppal tudtuk elérni régen azt, hogy ugye a 75%-os Crickchans-et argonszkóppal fejbe talált az enemit lett belőle 140. Most egy kicsit megint vissza. Visszaközelítjük ezt, és hát <laughs> Te... elképesztő, elképesztő, szóval nagyon örülök, ez csak egy ötlet, ebből az augment modul, amit kapott a minden fegyver hasznot fog húzni, tehát minden, bármit, amit viszel, ennek a fegyvernek köszönhetően ez... ez mindegyik hatot fog húzni. Csak hát egy tonkorra bemutatta egy példaként, hogy érzékeltessem egy kicsit a számok változását, talán jobban egy kicsit, ahhoz vigyük a, a lankát egy picit. Szóval a, a lank egy olyan fegyver, ami alapság minden warframe ugye kötelező az arzenáriában, ráadásul jó, hogyha van rá egy rivened, és az álom riven ugye a nagyjából crit chance, crit damage és multisat. Na, hát az nekem nincs meg, van egy nem, de damage és multisacs az se túl óriási, viszont mégis ugye a legjobb fegyverem egy vadászatra. Nem azt mondom, hogy a nidust el fogod vinni egy vadászatra, mivel ugye, ugye a kikötés ennek az augmentmondnak az, augme mondnak az, az hogy egyesel kell találni négy enemy, de és az egy dolon körül nincs túl sok enemi, úgyhogy Na de, viszont jól tudom vele érzékeltetni a változást, amit okoz a damage-el ez a mod. Szóval, kit keresünk Bombardot, megkalálják a Bombardot. Persze, nem működik, clear. Oké, és ja, 160-as elemikről beszélünk itt. Oké, szóval, ja, gusztustalan fajta. Ide jövünk szépen, <kül> első lövést. Szóval, hogy nagyjából nézzétek meg a számokat. Szóval, a sárga krit 22 uh, radiésőre -ra beszélünk. A bombarnak alulyarmória van, szóval az érzékeny radiésőre. És akkor még egyszer mutatom. Tehát nagyjából 30 ezres, 37. Akkor Nidus bekapcsol. Azért figyeltétek, tehát. Az egy 70 ezres piros krét. Szóval öm, azt kell, mondjam, szerintem működik. <laughs> szerintem jó a dolog lényege. Szóval testlövés, jöjjön egy kicsit, szóval meg az is eléggé kulturált Fejlövés, Szóval öm, ez csak azért mutató, nem azért, hogy lankát használjatok nidussal, semmi olyan izény. Csak hogy egy kicsit ugye most lejárt a damage érzékelődik, lejárt a buff érzékelődik is ugye a damage-en. Szóval nem azért mutatom, hogy lankát használjátok nidussal, vagy ilyesmi, csak hogy jobban érzékelődik a számoknak a változása a lanka esetében. És ha lettán lehetne ugye egy dologra használni effektíven a nidust, kurva jó lenne, hogy életben tudná tartani a csapat, és a volt en keresztül sebezhetné az enemét, és ugye ez igazából ennek az egésznek még nem feltétlenül uh, van vége, mert itt van még egy ilyen uh, mod is. Beférek, nem férek be. Szóval még ezzel a moddal még esetleg lehetne valamit uh, kezdeni, damage téren, hogyha. De ez, ez ugye, ez megint csak ötletelés. Az egész csak raj, rajtatok fog múlni, hogy hogyan és mely fegyvereket fogjátok fel, felmodolni. Csak ugye ennek ugye a Vigurens a, a, a le, már lefejtette a nevét. Ez így egyelőre ugye ez a damage. Bekapcsoljuk ezt. És... Várjatok, így, így, Szóval, yep. Uh, Szerintem nem rossz. Nem rossz az összeállítás. Így is, így is lehetne játszani. Rajtatok fogálni állni, tényleg. Na, no, de ezt még lehet fokozni, uh, hogy őszinte legyek. Itt van például egy olyan fegyver, mint az Amprex, ami eleve, hogy gusztustalan Kricsesszel rendelkezik. Ezt még fokozzátok meg a nidus képességével. Uh, akkor, egy olyan... Ja, és még fokozzuk. Még fokozzuk egy valamivel, oké? Okay, tehát, ha rámegyünk, hogy upgrade, hármas képesség, hölgyeim és uraim, csatlakozz össze egy másik nidussal, és adjatok neki. Szóval még ugye megnövekedik a damage hogy hogyha hármas képességetekkel összecsatlakoztok. Elképesztő, elképesztő ötlet volt a Digital Extreme részéről lesz berakni. Mondom, a tökéletes csapatot, kettő nidus, egy belsi, és mm, egy vóban tömegkontrollnak, és micsoda mi pusztítás lehetne ott végezni, hölgyeim és uraim. Szóval, ja, ez lenne egy ötlet uh, erre a modra, szerintem vegyétek ki. Ez, ez valami, ami, ami igazán megéri uh, a nidus számára. Szóval, ja, ennyi lett volna ez a videó, srácok. Tetszett, amit láttatok? Iratkozzatok föl, lesz még Warframe, a klánunkba lehet csatlakozni, link a videó leírásában, a Discord szerverünkre csatlakozzatok bárki számára elérhető, nem csak klántagoknak, link a videó leírásában. Kérdések, kommentek itt vagy Facebookon, ahol tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!